erős vár a mi Istenünk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket Szentháromság ünnepe utáni második vasárnapunkon, tanévzáró Isten tiszteletünkön. Bibliaolvasó útmutatónk heti igét olvasom Máté evangéliumából, a 11. fejezet 28. versét. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Így kezdjük meg Isten tiszteletünket, tanévzáró Isten tiszteletünket, egy kicsit talán rendhagyó módon, hiszen úgy gondoltuk feleségemmel, hogy egy picit ma különleges énekeket énekelnénk. Megtévesztésül az énekszám táblára tettünk ki énekeket, de ezek a múlt hétnek az énekei, úgyhogy azokat most ne kövessük nyomon, hanem azokat a lapokat kövessük majd, amelyeket kiosztottunk. Kicsit könnyedebb stílusban, és mint ahogy halljátok gyerekek, kicsit a hangom az megviselődött itt a héten, úgyhogy arra kérnélek benneteket, hogy van itt két hangszer, amit kicsit túl kéne majd énekelni, hogy kicsit azért jobban hangozzék az ének, mint a mi ének hangunk. Úgyhogy így kezdjük meg az Isten tiszteletünket az ének lapnak az első énekével, mégpedig a 144-es ének áldalak, jó Uram! Thank you.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Újjongjatok az Úr előtt, az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok szín elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin káladással, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mind örökkön örökké. Amen. Újjongjatok az Úr elé az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok szín elé. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, minden jó téteményedért. Velünk voltál az elmúlt tanévben, megbocsátottad bűneinket, elhívtál egyházad közösségébe. Kijelentetted üdvözítő akaratod titkát, és országot örökösévé tettél minket. Mindezért áldunk és magasztalunk téged az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik, mind örökkön örökké. Amen. Hallgass ki együtt Isten igéjét, kedves testvérek, úgy, amint azt megírva találj, Lukács evangéliumának 14. fejezetében a 15. verstől következik. Amikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura ekkor megharagudott, és ezt mondta a szolgájának, menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét, magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk együtt, kedves testvérek, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Úgy, amint azt megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, az 5. fejezet 20. versétől a következő. Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz. Akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják. Akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik a borívásban hősök, és vitézek az italok keverésében, akik vesztegetésért igaznak mondják ki a bűnöst, de az igazaknak elvitatják az igazát. Ezért ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összerosgad a tűzben, úgy korhad el gyökerük. Virágunk elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét. Ámen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Egy elég különleges ige szakasz az, amely a mai vasárnapunkra, tanévzáró Isten tiszteletünkre előkerül. És azt gondolom, hogy az ige szakasz, az ige hallgatása közben, de a legfőképpen a felnőtteknek számtalan gondolat futott át a fején gondolataiban. Talán felvillanó arcok, akikre valamelyik igaz az elhangzottak közül. Vagy éppen a világban hallott abszurd dolgok sokasága miatt ezernyi példát tudnánk mi is mondani ezzel kapcsolatosan. Ezzel szemben a gyerekeknek azt gondolom, hogy ez egy teljesen érthetetlen dolog, hála Istennek még, legalábbis nem mélység szerint. És milyen jó is nekik, hogy ők ezt még teljesen nem értik. Most is igaz Jézus szava, amikor a kisgyermekeket állítja példaként elég, mert a kisgyermeknek a szíve tiszta, tiszta szívvel tud az Istenre figyelni, tiszta szívvel tud az Istenben bízni, jóságban, őszintességben. És torzult arccal még nem kesereg a világ oly sok baján, mely körbevesz minket. És ezért arra hívok ma mindenkit, kedves testvérek, hogy legyünk egy picit mi is így, újra gyermekekké. Merjünk kisgyermekek lenni, próbáljunk meg egyszerűen és tiszta szívvel, boldogan az Isten igényére figyelni. És ki ne játszott volna már el azzal a gondolattal gyermekkorában, milyen jó lenne egyszer kalózhajóról leszállva, az eldugott és rejtelmes szigeten megtalálni a kalózok rejtett kincsét. Nyilván, amikor meglátjuk a kincses ládát, amin különleges zár és lakat van, amit meg kell fejteni, már akkor az ember türelmetlen lenne. Vajon mi lesz a kincses ládában? Arany? Ékszer? Vagy valamiféle drágakő? Vagy valami különleges eszköz, amit még senki nem fedezett fel és senki nem talált meg? De ahogy ezt így kimondjuk, az ember tisztában van azzal is, nagyon hamar valóságosan látjuk. Az ilyenfajta kincs sajnos csak a mesében létezik. Vagy pedig pont ott nincs, ahol mi vagyunk. De lehetnek másféle kincses ládák is. Ha először egy olyan kincses ládát képzeljétek el, amiben azokat a nagyon fontos élményeket, mondatokat, eseményeket gyűjthetjük bele, amit ez az esztendő tartogatott nekünk. Ahogyan a hittanórán az elsősökkel, annak idején mindig úgy kezdjük, hogy egy kis kincses ládába teszünk bele dolgokat, így most a képzeletbeli kincses ládánkba mi is tegyük bele azt, mi az, amit az elmúlt esztendőben kincsként tudunk kezelni. És furcsa lesz az első mondatom. Az, hogy mehettünk újra iskolába.
Mert hogy milyen nagy drága kincs volt. Tudom, nem a tanulás volt számotokra a legfőbb kincs. Ahogy azt elmondta nekem valaki, Balázsban, én iskolába hú, de nagyon mennék már, de tanulni azt nem akarok. Igen, kincs volt az, hogy újra mehettünk iskolába. Újra mehettetek, találkozhatok a többieket, és nyilván kincs az, majd megértitek pár évtized múlva, rájöttök arra, hogy milyen nagy kincs volt az, hogy tanulhattatok is. De mi az, ami még kincsként szolgált számotokra? Egy jó kis beszélgetés a szünetben? Esetleg itt most az év végén az osztálykirándulások öröme? Egy verseny eredménye és ajándéka? Vagy hát talán néha egy olyan játék, amit úgy hívnak, hogy Scribillio? Teljesen véletlenül találtuk meg, nem is nagyon gyakran használtuk, csak előfordult, hogy véletlenül oda tévedtünk az online oktatás során, és a gyerekek kérték, hogy nézzük meg ezt az oldalt, hogy mi van ott, mi meg nem tudtunk elszabadulni tőle. Véletlenül. Igen, rengeteg fajta kincset tudnánk felsorolni. De mi az, amit még bele tudnátok tenni? Szüleitek intő szavait? Tanáraitoknak egy-egy mondatát? Vagy egy jobb jegyet, amiért sokat kellett küzdeni? Vagy éppen egy barátságot? Azt is remélem azonban, hogy ebbe a kincses ládába tudnátok beletenni bibliai történeteket is. Amik számotokra az elmúlt esztendőben valóban kincsé és értékké váltak, amit talán másként értelmeztetek, amit talán másként hallottatok, vagy talán újra tanultatok, vagy most hallottatok először. Fontos kincsek ezek. Fontos, hogy a Biblia üzenete is kincsként megjelenhessen. És ezeket ne csak beletegyük, hanem szívetekbe és szívünkbe őrizzük tovább. Aztán természetesen nem csak a gyerekeknek lehetnek kincseik, hanem azt gondolom mindannyiunknak, felnőtteknek is egyöntem. Mi már talán egy kicsit másabb kincseket tennénk bele ebbe a képzeletbeli kincses ládába. Talán beletennénk az első szerelem pillanatának emlékét, vagy a házassági fotónkat, vagy a gyermekeink születésének pillanatáról készült képét, vagy aztán az első kieső fogat, vagy az első hajtincset, amit levágtunk. Mi az, amit beletennénk, kedves testvérek, amelyet még sokáig szeretnénk megőrizni? Talán egy oklevél? Sok örömös perc lehetne ebben, de nyilván benne lehetnének a nehéz pillanatok is. Benne lennének a kincsek a szüleinktől kapott szeretetből, a családi otthon melegéből, a bizalomból és a hálaszavából. De van egy kérdés, hogy vajon azt a könyvet, amit néha olvasunk, néha forgatunk, vagy talán gyakrabban, ki hogyan teszi azt? Ami a könyvek könyve, ami az élet igazságait tartalmazza, vajon a Bibliát beletennénk ebbe a kincses ládába? Isten szava, vajon kinek a szívébe vált már eddig is hatalmas kincsé, és mennyire vágyakozunk azután, hogy az Isten igéje és az Isten szava újra és újra drága kővé formálódjon az életünkben. Remélem sokaknak és sokakban történt már meg mindez. De azért inkább kanyarodjunk vissza ehhez a mai igénkhez, amelyben olyanról olvastam, akiknek a lelki kincses ládájában egyáltalán nem, vagy talán kevésbé volt benne az Isten szava. És ez oda vezette az életüket, hogy összekeverték a dolgokat, a jót a rosszat. Saját fejük után mentek, és csak önmagukat akarták látni, önmagukat akarták dicsérni mindenért, illetve megelégedtek a felszínes élettel, és a könnyen megszerezhető örömöket, és nem akarták keresni helyettük az igazat. Az Isten igéje rájuk azt mondja, nekik súlytalanná vált a valóság, és így is múlt el az életük. És a Jézus proféciája úgy beszél róluk, mint mindig, mint akiknek jajkiáltással kell megemlíteni az életüket.
Mindannyiunk tudjuk, hogy mit jelent, amikor kimondjuk, hogy jaj. Általában valami baj. Ézsaiás is ezért kiáll, így próbálja figyelmeztetni azokat az embereket, hogy vigyázzatok, mert baj van. Az Isten nem ezt kéri, nem ezt várja el tőletek. Baj van. Jaj, szava hangzik el. De a nép nem hallgatott a prófétára. Nem hallgattak az Istenre. De mi? Mi vajon bölcsebbek vagyunk-e a népnél? Mi vajon bölcsebbek tudunk-e lenni, hogy észreveszünk és meghalljuk az Isten szavát az életünkben? Meghalljuk-e a jaj kiáltás szavát? Jaj, sokszor nem jó, amerre járunk. De nyilván a jaj szava nem csak akkor hangzik el az ember szájából, amikor valami baj van, sőt, nem is csak fenyegetés lehet benne vágy. Jaj, de szeretnék már ilyen és olyan lenni. Jaj, de szeretnék már valami ilyet és olyat kapni. Jaj, neked, ha utolérlek, és sorolhatnám mi is, én mikért is szoktunk mondani, de ezzel a jajjal nézzük meg, mit is üzen számunkra ma. Így a tanévzárón is az Isten igéje, az Isten szava. Jaj, de jó lenne, ha mindig Isten szerint tudnánk, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha nem kevernénk össze a dolgokat, és nem engednénk, hogy más összekeverje bennünk, hanem Istenre figyelve tudnánk dönteni, és életünk nehéz kérdéseiben is tudnánk jól dönteni. Mert nem könnyű elválasztani a jót a rossztól egymástól. Nem könnyű meghozni a döntést, hogy nekünk mi a jó, és az Isten szemében mi a jó. Miért ne tehetnénk ezt, hiszen az Isten nem akar nekünk olyat, ami kárunkra van. De fel kell fedezni ezt. És jaj, de jó lenne, ha mindenki nem a maga esze szerint akarna bölcs lenni, hanem a bölcsességünk abban rejlene, hogy felismerjük a valóságot. És nagy betűkkel írva most e szó. Az ilyen igazi emberi bölcsesség, illetve a valóság pedig az, hogy szükségünk van Isten bölcsességére, hogy ne tévedjünk el ebben az életben. Miért ne akarnánk ezt a bölcsességet? Hiszen az Isten bölcsessége mindig jó útra vezet minket. Jaj, de jó lenne, ha az ember az életét nem csak felszínesen élni a mindennapjainkban, kergetve a pillanatnyi és látszat örömöket, hanem ott keresni és találná meg az élet és az örök élet és az örök öröm forrását, ahol az valóban van az Isten mindent átölelő szeretetében. Miért ne tehetnénk ezt, kedves testvérek? Hiszen az Isten szeretete örök, nem illan el soha. Jaj, de jó lenne, ha ezek a jaj szavak, ezek a vágyok, ezek belekerülhetnének a mi lelki kincses ládáinkba, hogy ezáltal gazdagodhassunk, és ezáltal lehessen az élet a miénk. De az az igazság, hogy az így megélt életet tudjuk nem könnyű megvalósítani. Azért, hogy valóban ne legyen felszínes az életünk. Azért, hogy ne legyen sújta, ne legyen összekeveredett valóság. Ezért nagyon-nagyon sokat kell küzdenünk. Sokan próbálkoznak is ezzel. Csak az a kérdés, hogy mindez sikerülhet-e, vagy hogyan sikerül. Az ige azt üzeni számunkra, ne felejtsük el soha, kedves testvérek, Isten részese akar lenni ennek a küzdelemnek. Isten részese szeretne lenni újra és újra a te életednek is, mert ő mindig figyel rád, és nem hagy el téged. Nála letehetjük azt, ami nehéz, ő cserébe megadja neked a legdrágábbat. Erőt, bocsánatot és életet. Mindezt Jézus Krisztus által. Mert ő mindig velünk, ő veletek van, és veletek is szeretne maradni, hogy újra súlya legyen az életednek. Hogy valóban a jónak és a bölcsességnek birtokosaként az élet ajándéka lehessen a tiéd. Mert ő nem kér más cserébe, csak azt, hogy ha hív, ha megszólít téged, ha feléd fordul, ha hallatja a hangját, ha figyelmeztet téged, ne zárd be a füledet, a szívedet, ne felejtsd el a szavát.
akkor, amikor most lezárul egy tanév, és jön a szabadság, ne felejtsük el az Istent. Ne felejtsük el azt, hogy mit jelent a templom hívó harangja. Mit jelent az, hogy imádságra kulcsolni a kezünket. Mert ő figyel rá. Ő közeledik hozzá. Szeretné, ha a kincses ládájunkba újra és újra helyet kaphatna. Isten szavát pedig legtökéletesebben maga Jézus Krisztus szólaltatta meg nekünk. Benne a legdrágább kincsét adta. Jézusban nem csak szép emlékek születnek, hanem vele lehet előre nézni, lehet a jövőre tekinteni és benne bízni. Jézusban örök életet ad nekünk az Isten, ezért ma nekünk szegezi a kérdést. Neked is és neked is. Kicsoda neked, Krisztus? Kincs és érték? Drága kő és ajándék? És ezek után már csak egy apró gondolat. Amit kérem, hogy, és kérlek is benneteket, fiatalokat, gyerekeket, diákokat, szülőket, nagyszülőket, egyaránt mindenki, hordozzunk és vigyünk magunkkal. Azt, amiről Pál apostol a Timóteushoz írt levélben ír, az öreg Pál beszél az ifjú titánnak, Timóteusnak. A rád bízott, drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Ezt őrizzétek meg. Erről tanulunk szüntelen. Őrizzétek meg szívetekben, de ne csak a nyári szünetben, hanem egész életetekben, hogy Isten szeretete Jézusban örökké veletek van és kísért. Őrizzétek meg, és legyen értékes számotokra, hogy élet van minden egyes szavában, mert csak a jót akarja munkálni benned és bennem, mindannyiunkban. Őrizzétek meg, hogy a hitetek Jézus Krisztusban mindenkor a legnagyobb kincs legyen számotokra. Útravalónk van, bár vége az iskolának, de feladat van. Ma is, holnap is, minden napon, amíg az Isten kegyelméből élhetünk. Próbáljunk meg küzdeni, megmaradni ezen az úton, melyre ő így és rendelt, téged és engem, mindannyiunkat. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy te valóban, bár feladatokkal is bízol meg minket, mégis a legnagyobb ajándékot, az élet ajándékát kínálod számunkra. Ezért kérünk, Urunk, erősíts meg minket, add bizonyosságodat, hogy veled és általad nekünk is az élet reménységét kínálod, mind most, mind pedig örökké. Amen. Tanévzáróra, én már rögtön meg is előlegeztem a bizalmat, a 130-as énekünket énekeljük. Mindenki, hogy fölborkant, hogy tanévnyitóról kezdtem el beszélni. Áldjátok az Úrban! Oh.
tanítvány az mindig valóban különleges alkalom, hiszen egy kicsit mérlegelhetjük a mögöttünk álló esztendőt. Mi azt gondolom, idén is különböző próbatételekkel volt megfűszerezve, akárha csak az online részre gondolunk, vagy az egyéb bizonytalanságra, hogy vajon mikor lesz már egy kicsit szabadság. Egyet azonban ne felejtjünk, gyerekek, kedves szülők, kedves nagyszülők, az Isten mindig, bár próbára tesz minket, de mindig kínálja számunkra azt az utat és azt a szabadságot, amelyet, hogyha nála megtalálunk, akkor valóban az élet ajándékát tudhatjuk magunkénak. És hát ezért is vagyunk ma együtt, hogy így adjunk hálát az Istennek. Hálát adjunk a talán sokszor nagy nehézségnek érzett elmúlt esztendő mindennapjaiért. Hálát adjunk az örömökért is, és hálát adjunk egymásért, a közösség csodájáért és élményért. Én azt kívánom mindenkinek, gyermeknek és felnőttnek egyaránt, hogy azt, amit az Isten nekünk megadott, amiről itt az apostol beszélt, amire már utaltam, és ami ennek az idei esztendőnknek a kis emlék oklevelén is szerepel, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, az első fejezet 14. verse. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Kívánom nektek, mindannyiotoknak. Az, ami azt ti szíveteket már megérintette és megszólította, azt engedjétek, hogy ott munkálkodjon tovább. Hogy ezáltal gazdagodjatok, és így gazdagítsátok társaitokat, szüleiteket, testvéreiteket, mindenkit. Vigyázzatok egymásra, magatokra, de legfőképpen vigyázzatok arra, amit kaptok, hogy az Isten is továbbra is veletek tudjon maradni, hogy ne utasítsátok el az ő szeretetét az életetekről. És azt kérem most mindenkitől majd, amikor a nevét hallja, akkor jöjjön majd ide ki, és vegye át a kis elismerő oklevelét, és úgy, ahogy szoktuk ilyenkor tanévzáron is, és tanévnyitón is egyaránt, hogy egy szép félkört alakítanátok majd ki, és azt kérném, hogy majd felén fordulva, hogy a közös záró áldást megkaphassátok. És így kérem akkor, hogy Döbrösi Fanni kezdi a sort. Lehet, hogy nem lesz teljesen írsorvas, ő biztos, hogy nem. Megválogatom. Parancsol. Báró Benita. Báró Bíborka. Jelenlén vagyok, Karincsák Balázs. Van egy ügyem. Karincsák Júlia. Szele Barnabás. Már a tesó is indulhat, mindjárt az ő neve is hangzik. Obra Kolos. Tucai Dénes. Tucai Emilia. Srot Viktória.
Florian, gyere drága sor, Florian. Tarkas Ádám. Tarkas Bogdárka következik. Beremora Nimród. Milyen érdekes, hogy a Nimród után pont a Zsoldos Anna fog következni, gratulálok. Perger Csenge. Hát a Nimród mellé ne haragudjatok aztán. Németh Csaba. Az igazi. Ramona. Molnár Léna. És minden szorgalmas diák kategóriában is osztanák még érmeket, hogyha valaki szívesen elfogadja. Én itt három olyan, van egy órásunk. Hölgyem! Gratulálok neked is. Ezt az orvos évet is teljesítetted. Itt még van ott is egy iskolásunk, aki, hogyha szívesen kijön és az áldásra áldást fogadjak, hogy bátorítunk téged is. Hogyha elfogadsz tőlem egy ilyen gratuláló levelet, amivel teljesítetted az idei esztendőt. És van még egy nagy diáknak szóló, azt pedig szétosztjuk így hároméknak van. Ott egy diák, meg egy öreg diák már, ilyen értelemben, hogy dolgoznak, hogy iskolában dolgoznak. Ezt pedig képzeletben mindenkinek odaadom. De őket is szeretettel hívjuk egy áldásra, hogy akkor így még gyertek ki. Karcsikám, Andris, ha szívesen elfogadod az Isten áldását, Lilus, hogyha szeretnél szívesen, akkor várunk benneteket. Találjon rád Isten áldása minden új napon. Angyalok őrizzenek utadon, bármerre jársz. A menny világossága ragyogjon rád, és töltse meg szívedet dallal. Találjon rád Isten áldása minden napon. Így áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen. Ezzel a hittan szempontjából a 2020-21-es tanévet így bezárjuk. Most nem kell kiabálni, hogy az iskolát előtt. De valami tényleg véget ér, de kezdődik mással. Valami véget ér. Yeah.
csendesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, hozzád fordulunk a mai napon, amikor visszanézünk és hálát adunk azért, mert kegyelmesen megőriztél bennünket az elmúlt 10 hónapban, a 2020-21-es tanévben is. Istenünk, köszönjük neked az elmúlt tanévet. Köszönjük, hogy ebben az évben is okosodhattunk, jobban megismerhettük a világot, és testben, lélekben gazdagodhattunk. Annyi mindenért hálás lehet a szívünk. Köszönjük neked, hogy velünk voltál az online oktatás időszakában is. Annyi mindennel kellett megküzdenünk, de veled mégis sok mindent tanultunk ezekben a hónapokban is. Jézusunk, bocsáss meg, hogyha nem igazi szeretettel fordultunk egymás felé, diáktársaink felé, vagy nem becsültük eléggé tanárainknak, illetve iskolánk dolgozóinak munkáját. Tőled is bocsánatot kérünk, hogyha nem követtük tanításodat, és nem úgy éltünk, ahogyan te tanítottad nekünk. Köszönjük, hogy ebben az évben is megtapasztalhattuk, hogy lehet bocsánatot kérni, és megbocsátás után újat kezdeni. Urunk, köszönjük neked szüleinket, nagyszüleinket, akik mindig mögöttünk álltak és támogattak minket, hogy minél több mindennel megismerkedhessünk. Köszönjük, hogy gondolatban sokszor velünk együtt ültek az iskolapadban és aggódtak értünk. Kérünk, áld meg minden fáradozásunkat, és ezután is erősíts őket szereteteddel. Urunk Jézus Krisztus szívből, örülünk a vakációnak. Sokat várunk tőle, örömöt, pihenést, felültülést, barátokkal való találkozást. Adj nyitott szemet, hogy meglássuk a világ szépségét. Adj nyitott fület, hogy meghalljuk hívá csodát. Add, hogy a hirtelen rám szakadó szabadító bölcsen töltsük el, és kipihentem lélekben gazdagodva, térjünk vissza szeptemberben az iskolapadokon. Urunk, te magad is kivitted a tanítványaidat egy lakatlan helyre, hogy egyedül legyenek és pihenjenek. Mert tudod, hogy szüksége van testünknek, lelkünknek, szellemünknek a pihenésre. Köszönjük, hogy te sosem mész szünetre, hanem a nyári szünet ideje alatt is vigyázol ránk, és láthatatlanul mellettünk jársz nap mint nap. Add azt a szabadságot a szünetre, amit csak a te tanítványai tapasztalhatnak meg szent lelked által. Szabadíts meg, akkor valóban szabadok leszünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, amikor még együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenki. Végezetül fogadjátok az Úr áldását. Istenek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon neked békességet. Amen. Záró énekünkként a lapnak az utolsó oldalán lévő éneket énekeljük. Őrizd meg minket! Thank you.
Szeretettel hirdetem még a kedves testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Jövő vasárnap a szokott időben 11 órakor, június 27-én szintén szokottak szerint 11 órakor tartjuk istentiszteletünket. A táborunk az idei esztendőben július első hetében 5-től 9-ig lesz napközis táborral, és szerdán pedig a konfirmandusokkal indulunk kirándulni. És adományt is hirdetek, a héten a Győri iskolából, Péterfi iskolából volt itt az egyik csoport, és 10.000 forintot adományozott gyülekezetünk céljára. Isten áldja meg az adakozókat és adományunk jó felhasználását egyaránt. Végezetül ajánlom a testvérek figyelmébe az evangélikus élet legújabb számát, a lapokat az ige hirdetéssel, illetve a szerdai imádságával. Az elmúlt vasárnap offertórium pedig 9.700 forint volt. Isten áldja meg az adakozókat és adományokat egyaránt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökké. Amen. Isten áldjon mindannyiunkat, erős vágyat!